színházat úgy kezdtünk csinálni, amilyen az valaha régen a kezdetekkor, vagy a hőskorban lehetett, szekéren, itt-ott megállva, és előadást tartva, aztán tovább utazva. Igazából itthon vagyunk mi itt. Nagyon is itthon, de hogy is mondjam, csak otthonra tényleg most kezdünk szert tenni. Igaz, hogy ez a nagy terem már sok éve készen van, és itt tarthatjuk előadásainkat, de a színházunk most ismét egy picit szebb lett, megújul, otthonosabbá válik, úgyhogy tényleg most kezdünk otthonra találni, itthon, illetve az a folyamat, ami elkerülhetetlen, az még tart, és elég hosszú lesz. Mi most kezdünk kőszínházzá válni. Ahhoz képest, hogy a színház indulásakor az első években nem volt bemutatókényszerünk, nem volt előre meghatározott előadásszámunk, vagy ha volt és mégsem teljesítettük, vagy túl teljesítettük, akkor az nem volt óriási katasztrófa. Ahhoz képest most kezd ide begyűrűzni egy szigorúbb rend. Most próbálunk megfelelni bizonyos rendszerességnek, bár előre az éves műsortervünket még most se tudjuk, tehát azt képtelenség kitalálni. Mindig is úgy csináltunk színházat, hogy dacoltunk a pillanatnyilag uralkodó politikai helyzettel, a pillanatnyilag elszomorító gazdasági helyzettel. Sajnos ezek aktualitása enyhén hullámozva bár, de mit mondjak, hát nem túl változó. Tehát mindig van egy csomó dolog, ami az embert talán elkeserítheti, vagy feladásra kényszerítheti. Ez azért jó, mert van valami, ami ellen dacolhatunk. Ez a színház, meg hát ugye általában egy színház mindenhol valahol egy sziget. Egy színházban nem mindig a leghiggadtabb, a legkiszámíthatóbb, a legprecízebb emberek dolgoznak, bár feltétel azért, hogy egy színész észnél legyen, és pontosan ugyanazt tegye, amit előző este, vagy amit a próbán kigyakorolt. Itt azért szükség van az alkotói folyamatban egy előadás készítésekor, szükség van egy kis csapongásra, egy kis őrületre, egy kis játékra, bohóckodásra, és nagyon sok előadásunk született úgy, hogy bizony valahol zátonyra futott az aznapi ötletelés. És aztán az unalom perceiben tényleg olyan agyament dolgokkal szórakoztattuk magunkat, amikből egy-kettő esetleg enyhén változtatva, de belekerült egyik-másik előadásunkba, és nem csak ezek azok a pillanatok, de ezek a pillanatok is azok, amik egy színt visznek az előadásba, vagy pont kizökkentik a nézőt. Azt szokták mondani, hogy olyan jó, voltam itt színházban, voltam ott, de azért olyan jó hazajönni, mert a ti előadásaitok mások. Valószínűleg azért, mert megpróbáljuk élettel megtölteni. És nem mindig az életszerű, ami le van írva. Ami le van írva, az egy iránymutatás a rendezőnek, a színésznek, az alkotógárdának, hogy volna egy ilyen helyzet. De hogy abból mi mit hozunk ki, ez már valahol a színészi vagy rendezői szabadság, amit még hála Istennek itt a Beregszázi Színháznál erősen nem vetnek be ellenünk. Tehát nem korlátoznak minket, hogy miket kellene bemutatnunk. Ez is nagyon fontos. Tehát jó az, ha egy vagy több körülmény kicsit szorongat minket, mert az is képes valamit kicsiholni az emberből. Az is jó, hogyha nem szorongatnak felülről, mert hát mint a gyerek úgy érzi, hogy ó, senki se lát, mindent lehet, és akkor tényleg mindent lehet.
valahol egy előadás megszületésének szerintem az a feltétele, hogy hagyni kell a színészt vagy a rendezőt kipróbálni olyasmit, ami nem helyén való, ami talán nem ide illik, vagy nem ebbe az előadásba, egy másikba talán jó lesz, de és aztán lehet, hogy mégiscsak megtalálja a helyét, egyik-másik ötlete van az előadásban. Ebben a mai előadásban én felfedezni véltem olyan mozzanatokat, olyan pillanatokat, amikről csak feltételezem ugyan, tehát nem vádolok senkit alaptalanul, bizonyítékaim nincsenek, de ismerve a kollégáimat, akikkel hosszú évek óta együtt dolgozok, feltételezem, hogy nem a rendező írta le, hogy mi történjen a színpadon, hanem valamilyen közös tanácstalanság, zsákutcába kerülés szülte azt, hogy akkor most. Nem tudom, a nézők valahogy díjazták, úgy érzem. Valahogy meg kell tölteni élettel, és az élet az nem úgy zajlik, hogy le van írva. Az nem fekete meg fehér. Az élet az néha olyan váratlan dolgokat tud produkálni, és ezeket valahogy ki kell találni, meg kell szülni.